A Ripás kert egy 2-től 4 főig játszható társasjáték, amelyben a játékosok egy-egy vakmerő nyulat irányítva behatolnak a Ripás kertbe, hogy ott minél több répát kaparincsanak meg. A doboz tartalmaz magyar játékszabályt, egy értékelőtáblát, egy játéktáblát, játékosonként 7 lépéskártyát, répajelölőket, kezdőjátékos jelölőt, nyúlbogyókat, 4 nyúlkorongot a hozzájuk tartozó pontjelölővel, 2 kutyakorongot, és egy forduló, illetve marás jelölőt. Minden játékos válasza magának egy nyúlkorongot, és a színekhez tartozó jelölők kerüljenek a bónussávok középső mezőjére, a forduló jelölő kerüljön a fordulósáv első mezőjére, a marás jelölő pedig kerüljön a marássáv elé, a répára. Ez a pontozó tábla pedig kerüljön a játéktábla mellé. A répa jelölők két oldalasak, az egyik oldalokon egy, a másik oldalokon 2 répa látható. A játék elején ezek a répakorongok az egy répás oldalukkal felfele kerülnek a játéktáblára. Minden lyukat tartalmazó mezőre kerüljön egy-egy ilyen korong. A 2 kutyakorong kerüljön a játéktábla közepén lévő házba, de az egész ház egy mezőnek fog számítani. Minden játékos nyúlbogyókat kap, 4 fős játék esetén 4-et, 3 fős játék esetén 5-öt, 2 fős játék esetén pedig mindkét játékos 6-6 nyúlbogyót kap. A kártyák hátlapja alapján válogassuk szét a kártyákat, és minden játékos vegye magához a saját színű kártyáit. Aki legutóbb evett répát, az lesz a kezdőjátékos, megkapja a kezdőjátékos jelölőt, és a játék menete az óramutató járásával megegyező irányba zajlik. A játékosok ugyanolyan kártyakészlettel rendelkeznek, mindenki megkeveri ezt a 7 kártyáját, lerakja maga elé egy húzópakliba, és a játék elején, illetve minden forduló elején, ebből a lefele fordított 7 lapos pakliból fel kell húzni 3-at. Amikor egy játékos sorra kerül, ebből a 3 kártyából kijátszik 2-t, az egyik kártyával a saját nyulát fogja irányítani, a másik kártyával pedig az egyik kutyát. A soron lévő játékos tehát 2 kártyát fog kijátszani. Először letesz maga elé egy kártyát a nyúl számára. Például ez a kártya, ha a nyúl számára rakjuk ki, akkor 3 lépést tesz lehetővé, de a kutya számára szeretnénk kijátszani, akkor megfordítjuk, és így a kutya léphet majd 3-at. Tehát először a nyúl kártyáját kell kijátszani, azt úgy rakjuk ki magunk elé, hogy a nyúlra vonatkozó rész legyen felül, majd a kutyára vonatkozó kártyát, ez pedig úgy, hogy a kutyára vonatkozó rész legyen felül. A kezdőjátékos tehát ezeket a kártyákat játszotta ki, egy lap a kezében maradt, így először a nyullal lép majd 4-et, majd az egyik kutyát választja ki, és azzal 3-at lép. A játék elején még egy nyúl sem jött be a répás kertbe, ezek a táblán kívülről indulnak. A nyulunkkal bármelyik kertkapun bejöhetünk, és az utunkba kerülő összes répát felszedhetjük. Tehát a fekete játékos a nyulával bejön mondjuk itt, és lép 1, 2, 3, 4-et. Így ezt a 2 répát megszerezte, maga elé helyezi. Majd az egyik kutyával is lép 3-at, mondjuk így, 1, 2, 3. Ezután a tőle balra ülő játékoson a sor. Tegyük fel, a többi játékos körre után így néz ki az állás. Újra a fekete játékoson a sor, a kezében volt ez a kártya, ehhez most 2-t húz, hogy újra 3 legyen a kezében. Ismét kiválaszt egy kártyát a nyúl, majd a kutya számára, a kártyákat ebben a sorrendben is hajtja végre. Tegyük fel, a nyúl számára ezt játsza ki. Tehát majd 4-et léphet a nyulával, a kutya számára pedig ezt, tehát egy kutyával 2-t léphet majd. És a lépések során minden nyúl, illetve kutyakorong akadálynak bizonyul, azaz a nyúl nem léphet át egy kutyán sem, illetve egy nyúlon sem. A fekete nyúl úgy dönt, hogy 1, 2, 3, 4, idejön, és maga elé helyezi ezt a répát. Továbbá egy nyúl a mozgása végén lerakhat egy nyúlbogyót oda, ahova érkezett. A kertkapuk kivételekez alul, oda a nyúlbogyó nem helyezhető. Nyúlbogyót egyrészt azért érdemes lehelyezni, mert -2 pontot ér minden a játék végén nálunk lévő nyúlbogyó. Másrészt pedig, ha egy nyúl egy nyúlbogyón kell, hogy keresztül haladjon, akkor vagy elveszít egy répát, vagy pedig a pontozó táblán a jelölőjét egyen lejjebb kell léptetni. Tehát ezek gyakorlatilag akadályok, de nem csak a többi játékos számára, a magunk számára is. A nyúlkártyát tehát végrehajtotta a fekete játékos, jöhet a kutyakártya, és 2 lépéssel ezt a kutyát erre a barna nyúlra lépteti. Ha egy kutya a mozgása végét pontosan ott fejezi be, ahol egy nyúl tartózkodik, akkor megmarja azt. Ha egy nyúlat megmarnak, akkor egyrészt a pontozó táblán a sávján lévő jelölő egyen lejjebb megy, az a játékos pedig, aki elérte, hogy a nyulat megmarják, annak a jelölője pedig felfele megy. Tehát a fekete játékos megmaradta a barna nyulat. Emellett pedig marásokat is számolni kell, így rákerül a jelölő az első marásra, hiszen ez volt a játék során az első kutyaharapás. Ezt követően pedig a megmart nyuszi lekerül a játéktábláról, és újra be kell, hogy jöjjön majd egy kertkapun. A kutyának ahhoz, hogy megharapja a nyulat, pontosan oda kell érkeznie, tehát ha innen például 3-at kellett volna léptetni a kutyát, akkor
áthaladhat ezen a nyuszin, és nem történik semmi. A kutyák mozgásánál továbbá figyelembe kell venni, hogy a középső ház egyetlen mezőnek bizonyul a számukra, de ide csak ők mehetnek be. Így például, ha az a kutya itt tartózkodik, és hármat kell lépjen, az 1, 2, 3 lenne, tehát megmarhatná a szürke nyuszit. Egy nyúl önként is kimehet egy kertkapun, és folytatásképpen egy másik kertkapun bejöhet. A körünk végén megint egy kártya maradt a kezünkben, a következő körünkben felhúzunk ismét 2, abból egyet-egyet kiválasztunk a nyúl, illetve egy kutya számára, és amikor minden játékosnak vagy csak egy kártyája marad a kezében, vagy pedig egy sem, akkor a fordulónak vége, egy kártya tehát önmagában sohasem játszható ki, mindig 2 kártyát kell kijátszanunk a körünkben. A következő fordulót jelezve léptetjük a fordulójelölőt. Négyfős játék esetén mindössze 2 fordulóból áll az egész játék, és a második forduló elején az összes répakorongot meg kell fordítani a 2 répát ábrázoló oldalára, és a második forduló végén a játéknak is vége. 3, illetve 2-fős játék esetén a 3. forduló elején kell megfordítani a répákat a 2 répás oldalukra, és 3-fős játék esetén 3 fordulóig tart a játék, 2-fős játék esetén pedig 5 fordulóig. A játék azonban másképpen is befejeződhet, amint az 5. marást beviszi egy játékos, a játéknak vége, illetve amint az összes répa elfogy a tábláról, a játéknak vége. Amint ezek közül bármelyik bekövetkezik, minden játékos még egyszer sorra kerül. Ha elfogyott a répa, további répa már nem szerezhető, ilyenkor már csak marással szerezhető pont. Ha pedig a marások száma érte el az 5-öt, akkor már csak répával lehet pontot szerezni, további marás nem vihető be, és aki a játék végén a legtöbb ponttal rendelkezik, nyert. Az egyes értékű répák 1 pontot érnek, a 2-es répák 2 pontot, a megmaradt nyúlbogyók mindegyike -2 pontot ér, illetve a pontjelző állása szerint 0-tól 6 pontig szerezhető még innen, ezek összesítése adja a végeredményt. Döntetlenné pedig az nyer, aki magasabban áll az értékelő táblán. Megmutatom az összes kártyát, ez, ha így rakom le, akkor a nyuszinak 4 lépést, a kutyának 3 lépést biztosít, ez mind a két esetben 3-3 lépést jelent, ez mind a két esetben 4-4 lépést jelent. Ezt, ha nyúlhoz játsszuk ki, így rakjuk le, és a nyulunk valamelyik kertkapuhoz mehet, tehát például, ha itt nagyon beszorulnánk, ezt kijátszva egy egészen távoli pontra is eljuthatunk, ha pedig fordítva játsszuk ki, akkor valamelyik kutyát beküldjük a házba. Ha csak egy kutya van kint, akkor azt kell beküldeni, ha pedig mind a kettő kutya bent van, akkor nem történik semmi. Ezzel vagy egy kutya lép 2-t, vagy pedig a nyulunkkal lépünk 2-t, és a lépése végén a nyulunk meglapul a fűben. Ez azt jelenti, hogy a lépése végén megfordítjuk a korongot, ezzel gyakorlatilag elbújt a nyúl, és nem támadhatja meg a kutya. Ez a kártya választási lehetőséget biztosít, vagy átugorunk a nyulunkkal egy sövényen, például ezzel ide, vagy 2-t lépünk vele, és ugyanez igaz a kutyára is, vagy átugrunk a kutyával egy sövényen, vagy pedig 2-t lépünk vele. A kérdőjel kiáltásakor pedig húzzunk el egyet egy olyan játékostársunktól, akitől még nem húzott más kártyát. Ezt a kézben tartott lapjai közül kell megtenni, és az elhúzott kártya ismeretében döntenünk kell arról, hogy mit játszunk ki a nyuszinak és mit a kutyának. Azonban az így elvett kártyát mindenféleképpen ki kell játszanunk abban a körünkben, mivel így a kijátszott lapjaink közé más kártya is bekerülhet, a forduló végén mindenki visszakapja a saját kártyáit, újra keveri a 7 kártyáját, húzópaklit képez azokból, felhúz 3-at, és úgy kezdődik majd a következő forduló. A kezdőjátékos jelölő pedig minden forduló elején ahhoz a játékoshoz kerül, aki aktuálisan a legkevesebb ponttal rendelkezik. A répáskert egy egyszerű, szabályrendszerű, szép megjelenésű társasjáték. Ötletes, hogy a kártyáinkat kétféleképpen használhatjuk, és a körünkben mindenféleképpen egyet a nyulunknak, egyet pedig valamelyik kutyának játsszuk ki. A mozgásaink során pedig ügyesen kell helyezkednünk, nem csak a minél több répa begyűjtése érdekében, hanem a kutyák elkerülése miatt is. A répák megfordítása előtt pedig jó, ha többnek a közelébe jutunk, hiszen ezt követően a megszokotthoz képest 2-szer annyi pontot is gyűjthetünk.